fantasztikus dolog, hogy egy kerület ezért el van látva kultúrával. Istvánosnak lenni tulajdonképpen jelenti azt, hogy előttem 50 évvel elkezdték ezt a munkát. Az egész intézményben van egy olyan lelkület, ahol más iskolában nem találok ilyet. Mindenki ismer mindenkit, és amikor iskolába jövök, akkor olyan, mintha hazajönnék. Két hasonlatot tudnék mondani. Békés Tarhos, Gulyás Gyuri annak idején, és Antal György Pécset csinálta azt, hogy valami fantasztikus, a zeneiskolából kiinduló, fantasztikus zenei életet tudott megalapozni. Annyi lehetőség van arra, hogy kipróbálják magukat, hogy kipróbálják a zene hallgatásnak és a zenében való részvételnek mindenféle formáját, hogy az később biztos, hogy megmarad ez az élmény, akár zenészként, akár egyszerűen zenét szerető felnőttként. Ezek a zenei élmények határozták meg a kezdetektől fogva az itt tanuló növendékek életét. De hogyan is kezdődött? Édesapám kántor tanító volt Tokajba, aztán a testvérem is majdnem mind muzsikusok, pedagógusok, és hát én is az lettem. 1954 őszén rendkívüli dolog történt az akkori István gimnáziumban. Záborszky József, az iskola énektanára közös muzsikáláshoz toborzott vállalkozókedvű fiatalokat. A kezdetben 16 tagú együttes munkája olyan sikeres és népszerű lett, hogy két évvel később már 80 tagú zenekar állhatott a Zeneakadémia pódiumára. Amikor Kodály Zoltán közbejárására visszaállították az ének és zeneoktatást a középiskolákba, és előtte én profi muzsikus voltam, hegedűs és karmesterkedtem is, de mindig vágyat éreztem a pedagógia iránt, és azért jöttem ide tanárnak. Gyerekkortól kezdve ismerem az István zenekarnak az életét, teljesen testközelből, és láttam azt a hihetetlen nehéz dolgokat, amit édesapámnak kellett végigvinni, nem könnyű időszakokban. Tiatpa, pa! Tiatpa! Megint a jó kert, szabad ez? Tiatpa, radam! Ez az! Én azt hittem, hogy ez is olyan zenekar lesz, mint általában a középiskolában szokott lenni, hogy olyan diákzenekar. De amikor 56 után elkezdődött a tanítás újra, akkor egy olyan óriási lendület volt a gyerekekben. Éppen egy kis Mozart szimfóniát tanítottam, a kis Gémol szimfóniát. Egy olyan óriási lendület volt bennük, hogy akkor éreztem meg, hogy itt valamit lehet csinálni. Annak az évnek a nyarán megrendeztük az első zenei tábort Balatonszéplakon. Ennek a tábornak óriási eredménye lett, mert ott tulajdonképpen egész nap muzsikáltunk. Reggel volt próba, este volt próba, 3 hét után már úgy szólt a zenekar, olyan tisztán, olyan csengően, hogy azt már bárki meghallgathatta. A tábor végén volt egy koncert, amit a Balaton partján rendeztünk,
és egy nagyon kedves vendégünk volt ott a Latabár Kálmán. Önnek ott volt nyaralója, ott volt a hangversenyen, és a hangverseny után egy borítékot betett a zsebembe. De én meg sem néztem, csak másnap azt hittem valami levél, hát nem levél volt, hanem 3000 forint volt a borítékba, amiből megvettük az első timpánit a zenekar számára. A következő évtizedek során a zenekar életében a külföldi utazások mellett a nyári és téli táborok jelentették a legnagyobb közösségi élményt. Az eleinte ugyancsak nomád körülmények ellenére a zebegényi, balatonboglári, később tihanyi táborok a szakmai fejlődés mérföldköveivé váltak. Különösen emlékezetes volt az 1996-2003 közötti időszak, mikor a tihanyi ünnepi játékok keretében opera előadásokat vitt színre a 2-300 fős Istváros előadógárda. A 60-as években már nagyon-nagyon magas színvonalak volt, de nyilván ez egy amatőr zenekar volt, és mindig az amatőr zenekarnak a előnyei, hátrányai van, mert mindenhol van. Tehát elindult ez a folyamat, végig kellett élni ezt a örömöket, nehézségeket, de mégis volt egy olyan fajta zenei közeg és olyan pedagógiai közeg, ami amikor megalakult a Zuglói Zenéskola 1968-ban, akkor egyértelmű volt, hogy az a Szent István gimnáziumban lesz, és illetve akkor első István gimnáziumnak hívták, és pillanat alatt kialakult, elindult egy zenekar iskola, azt nem én találtam ki, ezt édesapám találtam ki. Képzeljük azt el, hogy egy gimnáziumnak 7-800 tanulója rendszeresen önálló bérlet sorozatot hallgatott és csinált, teltházzal a Zeneakadémián, ez is világhírű művészek, ugye akkor járt Ferencsik János rendszeresen, Kórodi András, karmester Kovács Dénes, akkori nagyok. A tizenéves koromból emlékszem arra, hogy hát remek műveket játszhattunk. Pontosan tudom, hogy Kórodi András dirigált, és hogy vette a levegőt. Hát ez így utólag, mint karmester, egészen közeli élmény. Ugye akkor még nem tudtam, hogy mi leszek, csak örömmel hegedültem, és nagyon sokat köszönhetek ennek az együttesnek, Záborszky József igazgatónak is. Csináljuk még egyszer, hogy jön az gyerekek, a szekonda volt az a másik taktus. Mérföldköves hangversenyek voltak természetesen Ferencsik Jánossal, aki vitathatatlanul abban az időben tényleg a legnagyszerűbb magyar karmester volt. Akkor Kóródi Andrásra emlékszem vissza, és hát természetesen Záborszky tanár úrra, aki a zenekart vezette. Az a friss szín, amelyet ők a magyar, illetve a budapesti zenei életben képviselnek, és az a kezdeményezés, amely azt hiszem az első a mi zenetörténetünkben, hogy egy iskola, egy szimfonikus zenekar tartson fönn. Már csak ezért is megérdemlik azt, hogy valaki, akinek tapasztalatai vannak, hogy ezeket a tapasztalatokat átadja nekik. Egy öregember számára igazolás az, ha a fiatalok odafigyelnek. Tehát ha én az István gimnáziumosokkal próbálok, elmegy egy próbára, akkor a gyerekek ott nem vakaróznak, és nem mozognak, mocorognak, és diskurálnak, vagy mi, hanem olyan csönd van, mintha a legszigorúbb tanár lépett volna be. Ez azért van, mert ők kíváncsiak arra, hogy én mit fog mondani nekik. És figyelnek rám, és akkor örömmel megyek haza, hogy nekem még mindig van mondani valami az ifjúság számára, és addig amíg az embernek az ifjúság számára mondani valója van, addig igazán még nem öreg. Thank you.
azonos érdeklődésű gyerekek, azonos korú gyerekek, együtt, fiatalok, együtt csináltak valami nagy dolgot. Mit csináltak? Megismertek nagy műveket, megismertek nagy alkotásokat, megismertek nagy előadó művészeket. És ez a közös élmény, ez hihetetlen összekovácsoló erejű. Tehát a nagy alkotás az az a kulcsa az egésznek. Mert azért érdemes mindent feláldozni. Egész más gyerek az, aki muzsikál és zenél és énekel. Ez a nagy közösség, ezek a nagy művek annyira összehozzák lelkileg a gyerekeket, hogy megváltozik a szemlélete, egyáltalán a viselkedése, az öltözködése. Én azt hiszem, mindenki, aki szereti a zenét is, és akkor szeretnie kell az István zenekart, annak nagyra kell becsülni Záborszky munkáját, mert példátlan energiával hozta össze, és példátlan energiával tartja, aki ismeri és látja az ő működését is, látja, hogy azért itt nem olyan egyszerű összehozni ennyi gyereket, és ő, neki nem csak ez a zenekara van, mert ott Prücsök zenekar is van. Az apróságok is fújják, húzzák, vonják. Úgyhogy ennek az emberek csak hálásak lehetünk, hogy ezt csinálja. Ezt őszintén mondom. Ez a csodálatos ebbe a zenei műhelybe, a Szent István zenei műhelybe, hogy mindig van tovább, mindig van még egy zenekar, a Tücsök után jön a középső zenekar, aztán jön a nagy zenekar, és ez mind egy fiatalnak egy olyan állomás, ami iránt vágyódik. Nem rossz, de most még egyszer pengetve, az előbb az volt nagyon jó, hogy jól megtépted azt a húrt. Nézd meg a mozdulatot. Pa, pa, pa. Nem így, hogy adjál nekem egyet, cselló. Rajta. Játszatok. És. Pa, pa, pa. Adj egy hegedűt. Egy kis hegedűt. Én nem vagyok hegedűs, azt tudjuk, ugye? Mutatom, mit hallottam. Ehelyett. Tehát egész szólam, egészen. Bőgő is, gyerünk csak. Rajta. Világos? Ilyen röviden. Tehát a maga mozdulat az heves legyen. Na ezt hagyd nézzem meg. Mindjárt, és most felnézzük. Az István zenekar és az egész ennek a zené műhelynek az a egyik fontos iránya, hogy nem a négy falnak játszunk, hanem kivisszük minden produkciót a
nyilvánosság felé. Ez miért fontos? Azért fontos, mert a minden szakmai fejlődés csak a színpadon tud előrelépni. A másik az, hogy azoknak a gyerekeknek nagyon nagy öröm, ha ők föllépnek. Ha jól lépnek föl, akkor az még nagyobb öröm. Az ennek annak is öröm, aki azt csinálja. Na most már ezt tanulta ő meg egy életre, hogy öröm az, hogy én zenét csinálok. Nem azért, hogy azt tessék, hanem azért, hogy én nekem legyen benne örömem. A zenekari munka legfőbb iránya továbbra is az ifjúság zenei nevelése maradt. A kiemelkedő hangversenysorozatok mellett az utóbbi években számos új programsorozat vette kezdetét, mely az óvodásoktól a középiskolás korosztályokig gyermekek ezreit igyekszik bevonni a közös muzsikálás szépségébe. Amit én imádok, de szó szerint imádok, az a fajta tehetséggondozás, ami itt folyik. Ami nem csak arról szól, hogy az itt tanuló gyerekek tehetségét ápoljuk, hanem mindazokét, akik ide bejönnek. Itt gondolok a pastorál koncertsorozatra, hogy amikor látod, hogy a szülő vasárnap, szombat délután, vasárnap délelőtt eljön a nem zenésznek szánt gyerekével, és boldogan mosolyogva nézi végig ezt a például pastorál előadást, az a szívet melengető. Én is a nem zenész fiammal ide jártam végig, és néztük, és teljesen áthatotta ez a szellemiség. De hát persze a tehetséggondozásnak a magas foka zajlik benne az iskola falai között, tehát a tanulókkal is. De mondom, ami engem igazán megragad, az a külső gyerekeknek a megfogása, az nagyon szép, ahogy így zajlik. Záborszky József, karnagyúr, Gyöngyösön is volt zeneiskola igazgató, még ő felvételiztetett engem a zeneiskolába, és gondolt, hogy jó leszek hegedűsnek. Sose volt nehézség a gyerekeket beszervezni a zenekarba. Hát eleinte úgy maguktól jöttek, aki tudott valamilyen hangszert, az jött magától. Persze nagyon nagy nehézségeket okozott az, hogy az a gyerek, aki ide került gimnáziumba, és semmiféle zenekari rutinja nem volt, mondjuk egy rutinosabb társasághoz bekerült, például eltelett 2-3 évig föl tudta magát növeszteni arra a színvonalra, amiben akkor jelenlegi társaság volt. Ez aztán így ment 1968-ig ezzel a szisztémával, és aztán megalakultak a kerületi zeneiskolák, és én lettem az igazgató, attól fogva már teljesen könnyű volt a munka. Ugyanis a zeniskában mindenféle hangszert tanítunk. Akkor létesítettem a tücsök zenekart 6-tól 12 éves korig, a középső zenekart 12-től 16 éves korig, és azon kívül mellette működött mindig egy nagy létszámú fúvózenekar, a fúvós utánpótlása. Lényeg az, hogy ezekből a zenekarokból, mikor fölnőttek a gyerekek, a legjobban kerülhettek be az István zenekarba.
Ma 13 együttes működik iskolai szinten, ami nyugodtan mondhatom, hogy példátlan. Tehát 1500 körül tanul létszám, mellett kb. 700-an járnak valamin együttesbe. Emberileg rengeteget formált, legalábbis rajtam. Ez bizony lemondás. Megtanít lemondani is. És fegyelemre. Ez a zenekar, ez annyira magához köt, hogy nem tudnék elszakadni tőle. Meggyőződésem, hogy legalábbis rám ez úgy hatott, hogy az emberekhez való viszonyom az pozitívan változott. Megváltozott az élet felfogásom. Szóval szerelmes lettem a zenébe. Záborszky Kálmán 1968-tól lett a zenekar korrepetítora, majd karmestere, 1988 óta pedig vezető karmestere, és több mint 20 éve igazgatója is a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolának és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek. A bátyám kezdte egyébként a szakközépiskola vezetését, tehát édesapám nyugdíjba ment, és akkor a bátyám vette át ezt a zenéskola igazgatóját, és akkor indult el a szakközépiskola, és ő volt az első évben még az igazgató. Ő, mivel finn felesége volt, és itthon egyszerűen nem tudtak megélni, hát az asszony hatására ők visszaköltöztek Finnországba, és ez helyes lépés volt, ahogy én ma látom. És akkor nem volt sok választás, akkor bátyám kiszállt a dologból, és akkor én lettem az igazgató 1991-ben. És ugye akkor még édesapám aktív zenekart vezetett, meg csinált, és akkor szép lassan ezt átadta teljes mértékben. Ő volt a főrugó. 95-ben jár, és vannak gyerekek, akik rendszeresen járnak hozzá órára. Tehát otthon most is ugye jönnek a gyerekek, és akkor kaptak süteményt is, meg de hát olyan házi muzsika, egész hétvégén ott van egy nem tudom mennyi csapat. Fontosabbnak azt tartom, hogy a következetességnek a mérhetetlen tiszteletét azt ott tanultam meg. Szóval én borzasztó fontosnak érzem azt, hogy egy munkavégzés, az emberekkel való bánás, mindennek egy azonossága legyen a rengeteg különbözőség mellett, és az, hogy amit soha sehol azóta nem tapasztaltam, hogy a tanár úr minden gyereket valamilyen módon azonosan kezelt. Pontosan lehetett tudni, hogy ki az, aki közöttünk tehetségesebb, ki az, aki pályára való, ki az, aki kevésbé az, de ő mindenkit azonos szeretettel, azonos szigorral, azonos emócióval kezelt. Rögtön vedd vissza a fortepián, és rögtön tűnj ki a képből, és csúcsnál a tremoló. Tehát amíg játszod ezt, a kicsit följebb lehet menni, és talán megint csúcsnál a tremoló. Egy, két. Ez nagyon jó. Köszönöm szépen. A fiamon kívül, az Antal Matyin kívül, és a Némesi Gergőn kívül, aki most nincs itt,
tulajdonképpen mind a hárman engem szakmailag átléptek nagyon hamar. De én megmondom, engem sose zavart, mert tulajdonképpen az a jó tanár, aki hagyja a tehetséget fejlődni. Karmesteri munka az egy építő munka. Én is építkezem, és én is építek. Záborszky Kálmán és édesapja Záborszky József annyi ponton segítették az én zenei pályámat, hogy ezt nehéz röviden összefoglalni. Záborszky József tanár úr adott nekem először zenekart a kezem alá, és a Zeneiskola szimfonikus zenekarán vezényelhettem először egy nyitányt, aztán csak egy-egy tételt egy szimfóniából, aztán az egészet, aztán pár év múlva én csináltam az egész koncertet, csak ő kezdte el betanítani, utána már én kezdtem el az egészet betanítani, tehát olyan gyakorlatra tettem szert, hogy az, amit mindenki köszönhetek. Záborszky Kálmán pedig igazából még Szent István gimnazista koromban látott egy ilyen kis iskolai produkcióban, ahol magam Hájó Kovács módjára próbáltam már vezényelni 18 évesen, és az alapján, a produkció alapján azt mondta nekem utána, hogy nincs-e kedvem a Tücsök zenekart vezetni. Na most akkor vettek föl karvezetés szakra, hogy az elméletet hetenként én kipróbáltam egy amatőr zenekarral, hát ennél nagyobb segítséget én nem kaphattam. Mikor 2002-ben megvolt a karmesterverseny, az első között hívott meg a nagy zenekarhoz bérleti sorozatként. Most nemrég volt a doktori koncertem az István zenekarral, szó nélkül termet és lehetőséget biztosított nekem, hogy csak kiragadott példákat mondjak. Tehát nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és ezért én örökké hálás vagyok. Szándékom az is, hogy a mi zenekarunk a gyerekek részére egy általános műveltséget adjon, és a tehetségesebb muzsikusok részére pedig kenyeret adjon.
Jelenleg most taposom a 27. évet, 630 muzsikus lett hivatásos muzsikus. Egyedül az István Gimnázium zenekara volt, amely lehetőséget adott arra, hogy a hivatásos muzsikus pálya megkezdése előtt olyan rutint szerezzünk a zenekari játékban, ami aztán később a szimfonikus zenekarokban nagyon hasznos volt, és úgy veszem észre, hogy ez teljesen ma a zeneiskolákban, még talán a Zeneakadémián sincs igazán megoldva, hogy a hangszeresek hogyan tudjanak folyamatosan játszani a zenekarban. Amit az István zenekarra lejátszhattam, és utána később elvezényelhettem, azt a saját bőrömön tapasztaltam, hogy mennyivel könnyebb egy ilyenfajta aktív hegedűs után, mint karmester megtanulni a darabot, mert az ember emlékezett a próba mozzanatokra, hogy mik a legfőbb nehézségei, és memoriterben is ez sokat segített. Amit meg nem játszottam el, az ahhoz az eljátszottak viszont kulcsot adtak, hogy hogyan közelítsek hozzá. Nyilván elfogult vagyok, de azt kell mondjam, hogy én mindig jól éreztem magam a zenekarban, mert mindig remek volt a társaság. És ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy minden fiatal megtanulta, hogy a próba kezdés, a zenélés, a próbán való fegyelem, az egy szent dolog. Egy óriási szerencse, hiszen nem zenész hivatást végzek, mert a közgázon végeztem, és ezen a területen helyezkedtem el. Úgyhogy így duplán szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen színvonalú zenekarban játszhatok, és hát fantasztikus élményt nyújt az, hogy olyan helyeken játszhatok, mint a Zeneakadémia, a Művészetek Palotája, a Tavaszi Fesztivál, tehát hogy máshogy csak nézőként kerülhetnék ilyen koncertekre, úgyhogy nagyon boldog vagyok, de hát persze ezért meg kell dolgozni. Látja, hogy a munkájának van sikere, és együtt megéljük a közös sikert, ezért fontos az együttes munka, akkor már rákap a munkára. És ez ilyen kulcs. Thank you.
Az, hogy jó eredmények vannak, meg szépeket mondanak, ez egy dolog, de én abszolút nem vagyok elégedett. Mert nincs olyan terület, ahol nem lehetne jobban csinálni. Hihetetlen, hogy a igazgatói tevékenysége mellett, hogy talál időt arra, hogy mélységében foglalkozzon a művekkel. Elképesztő energia van benne. Hát szerintem ő a húzó ereje az egésznek, főleg, mert tényleg annyi energiát és erőt tesz bele ebbe a zenekarba, és annyira érződik rajta, hogy szereti ezt csinálni, és minden egyes tagját személy szerint ismeri és szereti, hogy ez rengeteget lendít a teljesítményen. Mindig annyira humoros, vicces, olyan sok mindent tud tanítani mindenkinek, és mindenki jönne vele, a személyes kapcsolata annyira jó. És kimentünk egy ilyen szabadtéri koncerten, ugye mindig van egy tábor, és akkor ott volt Kálmán bácsi is, és akkor oda mentünk, bemutatkoztunk, igen, és akkor megnézte a kezemet, hogy milyen kéz, és mondta, hogy jó csellista kéz lesz. És emlékszem, hogy ez a Gergőre annyira hatott, hát egy hangot se hallott tőle még csellózni, de már is komolyan vette, biztatta, és hát szerintem ez egy... Egy zenész számára az, hogy az életében, ha találkozik egy-két olyan emberrel, aki mondjuk a tanárain kívül egy-két ilyen mentor jellegű emberrel, aki bátorítja, aki igyekszik minden lehetőséget megadni arra, hogy az ő tehetsége fejlődjön, kibontakozzon és azt megmutassa, hát szerintem ez egy hatalmas ajándék, és mi ezt éltük meg szülőként. Emlékszem, hogy amikor koncertek voltak, és mindig megkérdeztem, hogy Kálmán bácsi ott lesz. Mert hogyha Kálmán bácsi ott lesz, akkor azért próbáltam még jobban játszani, de nem azért, mert talán féltem tőle, hanem nagyon tiszteltem, mert emlékeztem, hogy ő csellista volt, és hát azért itt jól kell szerepelni. Záborszky Kálmán életét a zene, a művészet terjesztése és művelése, a közösségteremtés határozza meg, s munkájának eredménye, hogy a zeneoktatás sikerágazat lett a 14. kerületben. Tevékenységét 2006-ban köztársasági érdemrend lovak keresztjével ismerték el, ő mégis a zuglóiak szavazata alapján elnyert, az év embere elismerésre a legbüszkébb. Thank you.
A Szent István Király Szimfonikus Zenekar repertoárján gazdag választékkal szerepelnek a zeneirodalom barokk, klasszikus, modern és kortárs művei. Számos ősbemutató és magyarországi bemutató fűződik nevükhöz. Mára a Zuglói Filharmónia magyarországi komoly zenei élet meghatározó szereplője, professzionális és elismert együttese lett. A zenekar 2000-ben Magyar Örökségdíjban, 2011-ben Nemzeti Ifjúsági Zenekari címben részesült, 2013-tól pedig elnyerte a kiemelt zenekari kategóriát, ezzel Magyarország legjobb hivatásos együttesei közé került. A nehezebb a munka, mert nem olyan régóta vagyunk profik. Tehát egy hivatásos együttesnél a szokás, a hagyományok, azok jellemzik az együttest. Itt ugye ez az együttes elfogad sok mindent, pontosan azért, mert egy amatőr együttesből váltunk professzionálissá, és ebből a szempontból azt kell megőriznünk, ami egyedi. Tehát, hogy minden körülmények között jó szívvel játszunk. Akkor is, hogyha most már nincs 12-15 próba egy koncertre, hanem esetleg csak tényleg három, ahogy a hivatásos együtteseknél, és akkor is, amikor olyan művet kell játszanunk, ami hát nem könnyen emészthető, vagy esetleg még nincs repertoáron az együttesnek. Az az igazság, hogy az István zenekarnál a fegyelem, a koncentráció és az előítélet nélküli alakíthatóság, ez a három, ez mindig is nagy erénye volt. Fölnevelődött itten 20-valahány év alatt egy olyan generációk, akikkel én ma is találkozom koncerten. Én a saját osztálytársaimról tudom, akik ma is járnak koncertekre, sőt, megszerették a zenét, és egy életre kapcsolatot teremtettek vele. Éves jubileummal kapcsolatosan kerültem én is megint a zenekar közelébe, ugyanis akkor éppen a televízióban otthon este hallom a felhívást, hogy az István zenekar keresi régi tagjait. Én akkor már 25 éve nem is volt kezemben hangszer, nem játszottam egyáltalán, és nagyot fordult velem a világ. Úgy éreztem, hogy nekem végem van, hogyha én nem ülhetek vissza be, és elrohantam venni egy hangszert, előkerestem a régi kottáimat, és addig gyakoroltam a nyáron, hogy ősszel már be tudjak ülni az első próbákra, és ez a társaság együtt maradt végül is, akik akkor a 40 éves jubileumon a régiek közül összeverhúválottunk, mert volt egy zenekarnyi bőséggel, és azóta is zenélünk. És nagyon jó ez így. Legnemesebb értelmében az alma mater. Szóval tényleg egy olyan fajta közösség volt, ami ma is ugyanúgy funkcionál. Most nem csak a zenekar, a kórus, hanem egyáltalán az egész gimnázium. Végeredményben akikkel a zenekarban, kórusban együtt dolgoztam, végigkísérték az egész pályámat, hisz az Operaházban, az Állami Hangverseny zenekarban, vagy a Rádiózenekarban, MÁV zenekarban ott ülnek azok az Istvánosok, illetve lassan kezdünk elmenni nyugdíjba, akikkel én együtt jártam gimnázium, és borzasztóan összekovácsolta az embereket az, hogy ott együtt dolgozva, és jó érzéssel, szeretettel volt mindig mindenki együtt.
hiszem, hogy különleges gyerekek jöttek volna össze. Itt nem az összetételen, hanem Záborszky Józsefen múlt a dolog. Tanítás, a vezetés, a példa az volt, ami ilyen felhőtlen társasággá kovácsolta ezt a zenekart, és az egész életre útmutatást adott. Jó a zenekar. Másrészt én nagyon remélem, hogy ez kifelé is sugárzik, amit belülről lehet érezni, hogy tényleg egy nagyon jó hangulatú társaság, meg egy baráti társaság van itt, szinte már egy család, ugye ezt szokták is mondani itt a karmesterek, hogy ez igaz, és ez szerintem hallatszódik a játékunkon, az egymás iránti tisztelet, a barátság, és szerintem ez előre is viszi a zenekart. Ameddig csak tehetem, én ezt csinálni szeretném. Nagyon hosszú baráti kapcsolatok fűznek minket össze, az biztos. Tehát pont megfogalmaztuk egy zenekaros kollégámmal már, hogy itt valahogy olyan felszabadultak tudunk lenni, mert annyira régóta ismerjük egymást, hogyha éppen az aktuális kapcsolatunk nem is olyan erős, de a legfontosabb dolgokat mégis elmondjuk egymásnak. Ezt most értem konkrétan a fúvala szólamra, hogy valahogy tényleg nagyon szorosan vagyunk itt együtt, és ez biztos egyébként a munkánkban is, vagy a munkamorálunkban is, meg az együtt játékunkban is gondolom, hogy hallatszódik. És ez az egész zenekarra is jellemző, azt hiszem. Nagyon fontos, amit az Zuglói Filharmónia csinál, sőt, azt nem én mondom, hogy pótolhatatlan, mert a tehetséggondozásnak egy olyan különleges válfajával állunk szemben, amit azt gondolom, hogy az egész világra ki kéne terjeszteni, mint módszert. Tudnélik, nem csak arról van szó, hogy tehetségeket fedezünk föl, magunkhoz édesgetjük, és akkor egy idő után elkezdünk vele büszkélkedni, hanem éppen ellenkezőleg úgy kísérjük figyelemmel a pályáját, hogy ez adott esetben interaktívvá válhat. Nagyon sokan tanítanak például ott az iskolában olyanok, akik egykoron növendékek voltak, és ez így helyes, mert azt a módszert adják tovább, amelynek révén ők maguk is bekerülhettek a zenei élet vérkeringésébe.